Summer Mask, 2018. Budapesti Légiforgalmi Irányító Központban vagyunk, ahol egy rendkívül összetett feladat zajlik. Budapest és tulajdonképpen Magyarország légiforgalmának az irányítása. Itt a hátam mögött, hogyha megnézzük, ez a rész az úgynevezett Parancsnoki híd, ahonnan az egész munkát vezényeljük. Itt vannak a repülésvezetők, a légtérgazdálkodók, illetve az áramlásirányítók. A levegőben nincsenek kijelölt utak, útjelző táblák. A repülőgépek mozgásáért, irányításáért a légiforgalmi irányítása felelős. Az áramlásirányítók vigyáznak arra, hogy a levegőben ne alakuljon ki forgalmi dugó, ne terhelődjön túl a légtér. A repülésvezetőt beosztott munkatársai egyszerűen az egek uraként emlegetik. Ő szabja meg, az adott pillanatban hány irányító felügyelje a légtérforgalmát, azaz hány részre, szektorra kell osztani a légteret ahhoz, hogy egy irányítóra ne jusson 20-nál több légijármű megfigyelése. Mögöttük van egy pult, hosszú pult, ahol tulajdonképpen az alacsony légtéri légiforgalmi tájékoztató szolgálat dolgozik, őket repülésirányítónak nevezzük, nem kifejezetten légiforgalmi irányítás, hanem csak egy ilyen tájékoztató szolgálat, 3000 méterig sportrepülőknek 3000 méter fölött ellenőrzött légtér van, ami azt jelenti, hogy légiforgalmi irányítás zajlik, mindenkinek kötelessége betartani azokat a repülési szabályokat, amit a nemzetközi normák előírnak. Gyakorlatilag innentől kezdve, ahogy elindul egy repülőgép Ferihegyi repülőtérről, gyakorlatilag itt látjuk a közelkörzet irányító szolgálatot. Ők a felszállás fázisa után kivezetik a repülőgépeket az útvonalra, illetve az útvonalról, mikor megkapják a repülőgépeket, bevezetik a végső egyenesre a leszállás előtti időpontra. Továbbiakban a közelkörzet irányító központból teljes karét írva, ez a távolkörzet irányító központ, ez 3000 métertől egész a, úgy szoktuk mondani, a csillagos égig irányítja a légiforgalmat. A Taromnak kiadhatnánk 350-et Müncheni érkező. A magyar légtérben az átrepülő forgalom számottevően nagyobb, mint az érkező és induló. Időszaktól, évszakoktól függően körülbelül 200-400 fel- és leszállás történik naponta az országban. A magyar légteret eközben legalább 1000 jármű repüli át nagy magasságban, de van olyan nap is, amikor ez a szám eléri a 3000-et is. A magyar légtérbe belépőket az ország határtól a távolkörzetirányítók fogadják. Ha a légijármű csak átrepül az ország felett, végig ők segítik útját. Ám ha a jármű úti célja Budapest, 50 mérföldre a repülőtértől már a közelkörzeti irányítók kapják meg a gépet. Ők azok, akik a leszállás előtti időpontig irányítják a repülőt, majd a végső egyenesen átadják a torony szolgálatnak. Ferihegyen vagyunk az irányítótoronyban. Itt az irányítótoronyban az érkező és induló légijárművek forgalmát kezeljük. Köztudomású, hogy a repülők repülőtérről szállnak föl és szállnak le. Ide zsúfolódik össze a forgalom, itt mindig történik valami érdekes dolog. Míg az irányító központban a légiforgalmi irányítók csak a számítógépen, a radarok információi alapján követhetik a távolban repülő gépek mozgását, a repülőtéren lévő toronyban már láthatják is a gépeket. Az irányító toronyban lévő munkának az egyik nagy előnye, hogy amennyiben a légiforgalmi irányító szabad szemmel látja mind a két légijárművet, akkor azt a bizonyos elkülönítési minimumot le lehet csökkenteni biztonságos, megengedett minimálisra. Tehát gyakorlatilag itt repülőtér közelben sokkal nagyobb kapacitást lehet ezzel elérni, amennyiben látjuk mindig a légiforgalmi, tehát a légijárművek forgalmát. Egyéb esetekben, amikor köd van, különféle berendezések, például a gurítóradar segíti a munkánkat. Előfordul olyan, hogy nem is lehet az ablakon kilátni, illetve ki lehet látni, de nem látunk semmit. Olyankor bizony radar segítségével követjük és irányítjuk a légijárművek forgalmát, már a földön is, a guruló úton is, ugyanis
előfordulnak olyan ködös helyzetek, hogy maguk a pilóták se tudnak tájékozódni, és ilyenkor a mi felelősségünk az is, hogy a földön lévő légijárműveket elkülönítsük egymástól. Jó, akkor menjek Papa 4. Jó, thank you. Hello. A bajba jutott légijárművek forgalmát is az irányító toronyban kezelik le. Ők riasztják a repülőtéri tűzoltókat, vagy ha nagyobb gépről van szó, a városi egységet. Előfordul olyan, hogy egy műszaki meghibásodás miatt elsőbséget kér a pilóta leszálláshoz. Ilyenkor természetesen mindenkit megpróbálunk kisöpörni előtte és elsőbséget biztosítani, mert sokszor perceken, másodperceken múlik egy biztonságos leszállás. Szia, egyes pálya zárva. Kutya van állítólag veletek egyfelől. A légiforgalmi irányító legfontosabb feladata, hogy megakadályozza a repülők ütközését a földön és a levegőben. De arra is figyelnie kell, hogy a gazdaságos repülést segítse elő. Munkáját számos berendezés segíti. Láthatjuk a légiforgalmi irányítással kapcsolatos berendezéseket, amit egy légiforgalmi irányító kezel. Tulajdonképpen három diszplét láthatunk, ezek közül a fő diszplé egy 2K-s monitor, ami általában a légiforgalomban használt, illetve nagyon ritkán használatos más területen. Gyakorlatilag itt lent láthatunk egy kommunikációs berendezést, ami magába foglalja a rádiót és a telefonokat. Gyakorlatilag egy gombnyomással át lehet váltani bármelyik külföldi vonal együttesre, amit föl lehet hívni. Magán a monitoron láthatjuk a repülőgépeket, amit a légiforgalmi irányítók figyelemmel követnek, és gyakorlatilag ezen a monitoron döntik el, hogy fönnáll esetlegesen egy konfliktus veszély, tehát összetartó irányon repülnek a repülők, és ezen végzik a munkájukat tulajdonképpen. A jelszimbólumot, ahol a kis egeret mozgatom, itt van a repülőgép helyzete, ez az információs címke hozzátartozik, ahol a repülőgép típusát, magasságát, repülési útvonalát láthatjuk például zölden megjelenítve. Ugyanakkor különböző listákat tudunk nyitni, kikérhetjük a repülési tervét ennek a repülőgépnek, megnézhetjük, hogy milyen városba tart, milyen útvonalon, melyik útvonalpontot repülte már át gyakorlatilag, és még sok-sok olyan információt, tehát tudunk róla mindent, ami a légiforgalmi irányításnak szüksége lehet. Másfél óra a radar előtt, majd 45 perc pihenés. A légiforgalmi irányítás minden másodpercben 100%-os odafigyelést követel meg. Tulajdonképpen a szellemi megterhelés a mi munkánkban nem a forgalom nagyságából adódik, hanem abból, hogy folyamatosan oda kell figyelni. Hogyha nagy forgalom van akkor is, és ha kis forgalom van akkor is. Általában az embereknek a figyelme, amikor kicsi a forgalom, akkor lankadni szokott. Általában nagyon érdekes, hogy kis forgalomban szoktak előfordulni problémák. 662, turn right, heading 200. A légiforgalmi irányítóknak elsősorban a pilótákkal kell közös nyelvet beszélniük. Ők pedig bármilyen nemzetiségűek lehetnek. A közös alap az angol nyelv, a betűzésre pedig egy szabvány, az angol ABC minden betűjét egy előre meghatározott szóval azonosító kód szolgál. Ám van, akikkel így sem könnyű. Nem fogja elhinni, de ez az amerikai pilóták. Általában az szokott problémát okozni, hogy szlenget beszélnek az irányításban is. Az irányításnak megvan egy speciális nyelve, az ICAO-fónia, ami tulajdonképpen egy kicsit műnyelv, talán a hajózás alapjaiból indult, és a célja az, hogy minél jobban érthető legyen a közlemény. Egyszerre általában 15-18 repülőgépet kezel egy légiforgalmi irányító, de előfordul az is, hogy 20 légijárműért felel. A repülők mozgását nem csak síkban, ahogy a monitor mutatja, de térben is látnia kell. Például le kell tudni képeznie a monitoron látott kétdimenziós képet háromdimenzióvá.
rendkívül jól meg kell, hogy lássa azokat a helyzeteket, ami majd később az életben elé kerül, hogy melyek azok a veszélyhelyzetek, amit előre meg kell, hogy lásson, illetve ki kell, hogy védjen. Megosztott figyelem, így szoktuk mondani, tehát ha valaki beszél hozzánk, közben nézzünk valamit, ez a kettő dolog két különböző információt tartalmaz, ezt tudnunk kell kezelni. 532, contact Erlin 127-65. Tartós és koncentrált figyelem, jó probléma megoldó képesség, magabiztosság, átlagon felüli stressztűrés, csapatmunkára való képesség, magas szintű felelősségtudat, mindez csak néhány a légiforgalmi irányításhoz szükséges tulajdonságok közül. Igaz, ha valaki megállja a helyét, azt a hazai átlagbér többszörösének megfelelő fizetéssel jutalmazzák. A képzés első lépcsője a felvételi teszt. A felvételi teszt egy számítógép alapú teszt, amit el kell végezni. Ez egy egész napos számítógépes vizsga. Ezt követi egy angolnyelvi felmérő, egy egészségügyi alkalmassági vizsgálat, egy pszichológiai alkalmassági vizsgálat, és a végén egy szóbeli interjú. És hát itt, ahogy mondtam, úgy durván a jelentkezők 10%-a, vagy talán még annyi sem marad állva, viszont aki sikeresen teljesítette, az elkezdheti a tanfolyamot, és hát ott már kevesebb vagy kisebb arányú a bukás. Légiforgalmi irányító képzést Magyarországon kizárólag a Hungarokontroll ZRT végez. Az oktatás az elmélettel kezdődik. Ez olyan 6 hónap hosszúságú, itt az abszolút alapokról tanulják meg a legfontosabb szabályokat, a rádiótávbeszélő kifejezéseket, meteorológiát, meg minden olyan egyéb tudást, ami szükséges a szakmához. Az elméleti képzés végén van egy rövid repülőszimulátoros képzés, ahol úgymond átülnek a túloldalra, tehát kapnak egy képet arról, hogy a pilótafülkében milyen munkaterhelés vagy munkafolyamatok zajlanak, és utána kezdődik a szimulátoros képzés, ami fejenként 220-230 óra, több szakaszra bontva, ez értendő, ez a több vizsga, mindegyiken természetesen meg kell felelni, és hogyha az összes vizsgát sikeresen teljesítik, akkor kerülnek a munkaterembe. Természetesen a cél az, már csak anyagi megfontolásból is, hogy minél többen fejezzék be a tanfolyamot, mert az irányítóképzés ez rendkívül drága. Arról nem is beszélve, hogy folyamatos munkaerőhiánnyal küzdünk, tehát a gyakornoknak is, meg nekünk is az a célunk, hogy sikeresen teljesítse a tanfolyamot. Van, amire születni kell. A légiforgalmi irányítás ilyen. Ám ha valaki alkalmas rá, annak a határ már tényleg csak a csillagos ég.